Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, pénteki reggelen, te nemrég keltem fel pár óra ezelőtt. Itt dolgozunk Brisbane, bemutatom hol, ezen a házon, ott látjátok. Gondoltam, hogy ma megmutatom, hogy hol dolgozunk, ugyanis sokan szeretik azokat a videókat, amikor megmutatom, hogy mit dolgozunk, hol dolgozunk, és ma nem másról dolgozunk, mint Brisbane-ben dolgozunk, ami tőlünk a Gold Coast-tól egy olyan egy órára van. És ide vezettünk fel, én majdnem elaludtam idefelé. Úgyhogy egész héten itt dolgoztunk, jövő héten is itt fogunk dolgozni. Hoztam a szemüvegemet, úgyhogy megmutatom, hogy mit csinálunk, meg a házat akarom megmutatni, ugyanis ez egy ilyen régi ház, ez kb. Ilyen 30-40 éves, biztos, hogy van ez a ház. Úgyhogy gondoltam, hogy érdekes lenne sok embernek. Amúgy itt álltunk meg, látod, ebben ilyen nyugodt kis utcába. Épp itt ülök az autóba, fel kell vinnem vödröt magammal, ugyanis elfogyott, nem ide. Úgyhogy húzom a szemüvegemet, átváltok erre a kamerára, aztán megyünk. Na, átváltottam erre a kamerára, látod, erre a szemüveges kamerára, látjátok? Úgyhogy most ezzel filmezek tovább, legalábbis egy darabig. Amúgy az Instagramon megosztottam már ezt a házat pár nappal ezelőtt, hogy ha követsz az Instagramon, akkor láttad, hogyha nem, akkor a videó alatt az Instagramnak a linkjét megtalálod és követhetsz, és osztok meg néha érdekes fényképeket. Na mindegy, menjünk, mert kell dolgozni. Már kell vinnem magammal egy ilyen vödröt. Na, ez a vödör talán jó lesz. Látjátok, mi a régi ház. Ami nyugodt kis hely. Ilyen szinteltolás az. Ott az öcsém, látod az állványon, a scaffoldon. Ugyanis festjük, kívülről festjük ezt az egészet. És ilyen állványokon áll, ahogy látod. Mindjárt megmutatom neked az egészet. Felmegyek ide a teraszra is. Ott van apukám, látod, ott fest. Nálom. És itt van a cuccunk. Na, elmegyek ide fel a bejáratot, megmutatom nektek, hogy néz ki. Úgy látod, ilyen bordos ház, és így jön le az egész. A festék, mint itt már lekapartuk, de... Látod, ilyen csúnya mindenhol jön le. Oda nézzél! Ezt le kell kaparnunk, a felébe belement az ujjamba. Ez a fele már majdnem, hogy kész van. Festettük itt azt a ceilinget, a plafont, meg a bordokat, ezeket a fadarabokat fessük, látod? Ezeket az ajtókat, ezt nem fessük. És mondjátok ott, hogy régi ház, hogyha megnézed az üveget, oda néz, látod, hogy a kis vékony ez az üveg. Ezen bemegy a hideg, meg bemegy a meleg, és te itt meg lehet fagyni, látod? Még a gekkó is bemegy. Amúgy azért áll ilyen állványokon, hogy a kígyó ne nyőjön nagyon be. Meg hogyha árvíz van, már itt nincsen árvíz. Ez ilyen régi stílusú ház amúgy. Azért áll ilyen állványok. Az összes ház itt erre felé, mint ilyen állványos. Úgyhogy... Ott a szomszéd, látod, éppen tisztítja a medencét. Nem menjünk, megmutatom nektek a hátsó részét is. Amúgy ilyen... Van kilátás, látod a szomszédnak a háztetejét. Ott áll lent az autónk. Lehet hol füvet nyírni. Na, lemegyek. Itt van ilyen garázs, látod? Itt le van itt a szeméttel. Nem is garázs, ilyen beálló, csak az autónak. Itt az állvány, ha most nem mászott fel az öcsém, ott van fönt. Éppen fest. Ez pedig a hátsó rész. Csak vigyázni kell a kígyókkal. Te, oda nézzél. Na, látod? Ezt az ablakot festettem az előbb, meg ezt az ajtót is. Ugye ilyen régi ház, oda néz, látod, állítólag azt mondták, hogy ezt most ki fogják majd cserélni, de látod, hogy hogy néz ki ez a csap is. Te. Oda néz, ilyen koszos, meg ezer éves. Házban most amúgy nem megyünk be, vagy festjük belülről is, de most nem. Na várja, el kell mennem, ugye, és az öcsém hívott. Azt mondom, valamit ledobott az állványra. Na, úgyhogy így néz ki körülbelül a ház, kívülről, belülről. Én most nem másról csinálom, hogy nekiállok festeni. Nem, azt fogom először festeni, azt hiszem, azt apukámmal, azt utána meg segíteni. Az öcsémnek is. Jaj, te! Töltünk egy kis ilyen festéket. Hol az ecsetem? Nincsen ecsetem, várjál. Hozzunk valami ecsetet, melyikkel kenjük ezzel.
kirázzuk belőle a vizet. Aztán mentünk a festékbe. Hogy valamit elszúrtunk, elfelejtettünk, legalábbis én. Na, te! Elhát, oda nézzél! Oh, tudod mi a baj itt? Nem tudod mi a baj, megmondom mi a baj. Nyitva van az ajtó, az a baj, te! Direkt mondták, hogy zárjuk be, mikor lefestettük, legalábbis az alsó fejét. Megmutatom, hogy ez milyen ajtó és hogy miért kell bezárni. Oda nézz, látsz, hogy ez milyen ajtó? Itt ketté nyílik, és így be tudod zárni. Úgy látod? És tudod, hogy miért tudod bezárni? Azért, hogy a kígyó nehogy bejöjjön. Mondták, hogy zárjad be az ajtót, legalább az alsó fejét, hogy miért a kígyó bejön. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a kígyó nem jött be. Te! Lehet, hogy itt van a mosógép alatt. Ki tudja, hogy hol van. Na minden. Úgyhogy most elmegyünk a túloldalra. Megmutatom a háznak az alsó fejét, hogy hol vannak a csövek. Ugyanis azt hiszem, nem mutattam meg korábban. Minden, most bezárom az ajtót. Na látod? Bezártam az ajtót. Te! Ha bement a kígyó, na minden, menjünk. Na, itt vagyok a ház alatt, mutatom. Oda nézzél, ezt akartam mutatni. Látod, hol vannak a csövek? Hol mennek a csövek? Ott vannak a csövek. Látod? Ott van egy cső. Így, úgyis ez itten, ez a terasz, ott ki lehet látni, de hogyha ide mész, akkor meg ott vannak háznak a zajja. Látod? Ott. És itt mennek a csövek a, nem tudom milyen cső. Ez milyen cső? Gázcső? Gáz meg víz. Gáz meg vízcső. Áram, mindenféle fajta dolog. Itt egy ilyen nagy rumis rész. Itt nincsen semmi jó dolog. Az autó meg itt áll általában, és ott lehet felmenni. Ott meg a WC-nk van, ahol be lehet menni, hogyha kell valakinek menni. Na, dolgozzunk tovább, vagy együnk előbb. Aztán, várjál, mutatok valamit, oda nézd! Nézd, mi van itt a lépcsőn. Tudod, mi van itt a lépcsőn? Egy 20 centes. És tudod, mi van itt ez a lépcsőn? Ez a 20 centes. 20 centes nem azért, mert ott felejtették, azért, mert oda tették. Ugyanis Ausztráliában az a szokás, hogy a ház körül ilyen pénzérméket körbe raknak, hogy gazdagok legyenek az emberek. Ilyen babonás valami, és körbe van, legalábbis itt ez a, itt a lépcső. Úgyhogy többet nem találtunk amúgy. Várjál, még valami, mutatok valami. Honnan ezért látod, hogy mi ez? Ezen áll a ház, ugye ilyen oszlopokon, itt körben mindenhol, és ez pedig összetartja, hogy nehogy szétessen a ház. Ide meg beraktak egy valamilyen teniszlabdát, vagy egy nagyobb labdát, meg gondolom a szél mozgatja. Itt is van. Ott is van. Ott a túloldalt is van. Úgyhogy így néz ki a háznak az alja. Aztán! Nem csak kígyó veszély van itten, hanem pókveszély is, ugyanis mutattam, hogy milyen pók van itt. Ez a piros hátú pók, ami nagyon veszélyes az emberre, főleg a gyerekekre, ugyanis bele lehet hallani, és nem ide veszélyes hát. Mutatom, hogy honnét lehet megismerni, hogy hol van ilyen piros hátú pók. Például itt ennél hát, nem mutatom, hogy miért. Oda nézzél, látod ezt a pókhálót? Lehet, hogy nem látod a kamerán rendesen, várjál. Más a pókhálója ennek, mint a rendes póknak. Látod? Ilyen a pókhálója ennek a veszélyes póknak, ennek a piros hátúnak. Lehet, hogy a kamera annyira nem mutatja, de másfajta, hogy tudod, hogy milyen egy pókálló, ez nem rendes pókálló. Úgyhogy oda a kezedet, nehogy benyújjad, oda be. Oda. Ugyanis valószínűleg ott van benne ez a piros át, és hogyha megcsíp, te, akkor nem megyünk haza, megyünk a kórházba. És arra vigyázni kell. We'll be right back.
dolgozunk, még mindig. Megmutatom most, minek fog nekiállni. Kaparni. Te annyira nem szeretek kaparni. Mutatom milyen. Oda nézzél, ezt, ennek az oldalnak állunk most neki, és le kell kaparni, látod? Itt jön le az egész. Ott egészen fölig. És hozom, ha nem más, mint a kaparó pálcámat. Nem pálcát, mi az ilyen kaparó, látod? Ilyen. Felhúzom a szemüvegemet, hogy nem menjen bele a szememben. Látod, ilyen átlátszó szemek. Aztán letakartam ott mindent, hogy nem menjen mindenhova az a sok lekapart dolog, az a festék. Hozzam a létrát, hú, nem látok ki ezen. Aztán nekiállok kaparni. Még van amúgy egy ilyen 2 óránk, aztán megyünk hozafelé. Na, hozzuk ezt a létrát. Aj, te! Nem is tudom, hogyan kéne rakni, és az állványa még mindig rajta az öcsöm, úgyhogy azt nem tudom ide tenni. Az állvány nélkül nem fog odáig felérni, látod? De rabig a létrállal eléregve, nem teljesen fel. Úgyhogy... Ups! Látod milyen? A nap megette az egészet. De azért van, mert régen festették le, süti a nap, és így lepörög róla a festék, így ezt le kell az egészet kaparni a fáig. Le kell csiszolgatni, utána szépen le kell alapozni, aztán lefesteni. Mára, úgyhogy megyünk hazafelé. Várj, lekapcsolom a szemegmet, mert mindig megy. Le is lesz a szem. Levettem a szemegemet, úgyhogy most elindult hazafelé. Egészen át a Brisbane-en, de nem Brisbane-en megyünk át, hanem átmegyünk, csak nem rajta, hanem alatta megyünk át, a híd alatt. Nem a híd alatt, az alagút alatt, nem, az alagúton megyünk, nem? Hanem nézzél, ott van szemben, látod? Várjál, ráközelítek. Ott van Brisbane City, a belváros. Mindjárt itt a fától lehet látni, a távolban arrafelé nem lehet látni. Úgyhogy körülbelül egy olyan óra, vagy egy óra 20 perc, attól függ, mekkora forgalom, lehet, hogy egy óra 40 perc, mire az érünk. Reméljük, hogy nem. Most nem más csinálok, mint tudom, mit csinálok. Kiveszem a kabátomat ebben az eszkénybe. Az a lényeg. Megeszem a patogatott kukoricámat hazafelé. Aztán mellé iszunk, nem más, mint egy kólát is iszunk. Olyan, mint a moziból lennék. Ha rossz a műsor, akkor meg elalszunk hazafelé, ha végeztünk a kukoricámat. Van, hogy látom, mekkora forgalom, de szerencsére, hogy erre felé, és nem arra felé. Ugye mindig Brisbane-ben vagyunk. Mindjárt bemegyünk az alagútba, aztán átmegyünk alatta. Látod, ott a golkozt, ott adja. Erre kell menni egyenesen. Vagyis jobbra. Van azt, hogy följáró, aluljáró, alagút. Úgyhogy most mi elfogunk, megyünk a busz felé, amerre megyünk. Látod? Jó hosszú ez az alagút, amúgy átmegy egész Brisbane belvárosa alatt. Sok felé el lehet menni. Látod, el lehet menni balra, akkor elmész a repülőtérre. Hogy elmegyünk erre jobbra, megyünk a Gold Coast felé. Vagy a belváros felé. Na, miért kérünk az első alagútba? Elmész itt jobbra, kimész a város felé. Tovább mész egyenest a Gold Coast felé. Hogyha arra mész, akkor meg más felé. Na, oda nézzél, mindjárt kérünk az alagútba. Mindjárt csipogunk egyet. Hallottad? És arra felé van a belváros amúgy. Most a kezdetben. Itt meg látod, mennyi izé van? Ilyen felüljáró, meg aluljáró, meg mindenfelé. Látod, lehet hoppá, menni ott szembe is. Na, rám egy kukoricát dolgomra. Úgyhogy most ezen átmegyünk, aztán megyünk be a másik alagútba, és kérünk a városnak a másik vége. Itt meg megyünk az autópályán hazafelé. Itt jön a másik alagút, látod? Kijöttünk az alagútból, látod? Most megyünk rá az autópályára, és ahogy elnézem, van forgalom, vagy nincs? Látok? Oda le. Én nem látok, de látok az autónak a tetejét, egyet. Én azt hiszem, hogy van forgalom. Aj, te! Ma is sokáig fog tartani, amíg hazaérünk. Ahogy Ausztráliában ez a leghosszabb alagút itt, amit most átjöttünk. Nagyon-nagyon hosszú. Na, oda nézzél, még mindig megyünk hazafelé, még mindig dugó van. Amúgy itt egy, azt mondta az öcsém, egy tehén. Látod azt a Mercedes-t, hogy néz ki? Össze-vissza van ilyen fekete izével. Úgyhogy elnézünk itt balra, itt vannak ilyen autókereskedők, itt vettem amúgy a Mazdát is, ott fönt. Ott! Csak most attól a fás növényzete nem lehet látni. Amúgy majd jövünk, mikor 2 hét múlva, és kell hozni szervizre. Most teljesen megálltunk. Na, tudod,
Nézd a busznak, milyen az utánfutója. Látod, itt előttig már kicsit ráközelítek. Egy Toyotának a hátulja, nem? Vagy Holdennek a hátulja? Na most elmegy. Aj. Na, egy kicsit közelebb érünk hozzá, megmutatom neked. Le van vágva a hátulja ott az autónak, látod? És az az utánfutója. Na, ide nézzel, látod, itt van. Elmentünk mellette. Hozzáérkeztem végre, te! Akkora volt a forgalom mindenfele, hogy látod, nincs rajta a fölsőben, lelogtam. Most megyek, megebédelek, ja, nézd ki, van itt. Na, szervusz! Hiányoztam? Mi? Mit? Ide rám mászol, na gyere! Mit akar? Ah, gyere te! Most meg fogunk ebédelni, a Lukasz nincs itt, hogy is elment a szüleimhez, és most van ugye szünet. És elment, mivel későig dolgozok, ugye pénteken általában én szoktam odavinni, de, ja, ott a kamera, de mivel későig dolgozok, ugye Brisbane-be, ezért anyukám elvitte. Úgyhogy, majd később valószínűleg el fogunk érte menni, és fel fogjuk venni, úgyhogy most csak hármasban leszünk itt, mit fogunk csinálni? Sok mindent nem. Na, elvédeltem, megzuhanyoztam, ahogy látjátok, meg is borotválkoztam, onnan itt látod. Remélem mindenhol rendesen vágtam. Úgyhogy, várjál, fel kell rognom még az órámat. Azt elfelejtettem. Itt van. Látod? Mit akartam mondani? Azt akartam mondani, sok mindent akartam mondani. Nagyon sok mindent akartam mondani. Remélem, hogy tetszett ez a mai vlogos videó, ugye? Na, felrogtam az órát. Ugye leginkább ugye a munkával filmeztem, és próbáltam megmutatni, hogy mit csinálok, hogy csinálok, mert nagyon sokan kértétek. Na, ide nézzél, mit vettem. Egy új memóriakártyát, ugyanis ami benn van ebbe a kamerában a memóriakártya, mindig azt használom. Mindig azt használom, és úgy néz ki, hogy le van kopva róla minden, és már nem nincs jó állapotban. Ezt a kártyát azért érdekes, csak azért mutatom, mert 16 gigás kártya, ilyen 80 megabyte per szekundumban tud menni. Látod? Olyan gyorsan. Gyere, te. És nem az benne az érdekes, na várj, lerakom itt a kamerát, hogy a Davis is itt legyen. Nem az benne az érdekes, hanem az benne az érdekes, hogy képzeld el, le volt árazva, $12 vettem. Na, $12, $35 volt leárazva, és ez volt az utolsó. Úgyhogy én nagyon örültem neki. Bár lehet, hogy nektek ez nem olyan érdekes. Na mire, aztán mit akartam még mondani? Add nekem ezt vissza, jó? Ezt ki kell bontani. Ezt kibontjuk, és majd holnap ezzel filmezek. Lehet, hogy azért volt leárazva, nem jó. Már biztos, hogy jó. Ilyen, látod? Nem tudom, hogy nálatok ez mennyibe kerül. Nálunk amúgy a 35, legalábbis arra nem tudom, hogy $35 volt. Ja, és 12 év vettem, te! Onnan nézzem, mi történt itt? Te! Ez a rumli szoba. Ja! Tudod, milyen rumli szoba? Tehát itt voltak a volt szomszédaink, a Bugyis néni, aki megmutatta a Bugyi által idején. Lehet, hogy emlékeztek rá, lehet, hogy nem. Nem. A gyerekei voltak itt, meg ő is. Ja! És itt a szobában, baba robbant. És úgy néz ki. Ja, ott a Thomas, a vonatod. Hova viszed? Mi? Hova viszed? Ja. Ugye a hajammal még mindig nem vagyok én kibékülve. Most mi van? Lehet, hogy le kéne vágni, nem mutogassál bele. Úgy, látod? Úgyhogy lehet, hogy majd átvágom. Mi van, Nyuszi? Amúgy a hétvégén lehet, hogy majd valamire elnézünk. Vagy mikor azt nem tudom. Ja, lemegy a tengerpartra, nem fürödni. Mit akarsz? Nyuszi, mit? Na, álljunk fel. Na, most jobb így, hogy felálltunk. Kérdezzetek tőlem, hogy mi nem lesz majd ilyen reakciós videó, hogy reagálok régi videókra, úgyhogy lehet, hogy a Lukasszel készítünk egy ilyet, hogy reagálunk, ja, nem csak az ausztrál magyarus videókra, de arra gondoltam, ugyanis régen nagyon szerettétek ezeket a régi idő videóját, ugye amikor mutattam a családi videókat, lehet, hogy ilyen régi családi videókra fogunk reagálni, de olyanokra, amit ti még sose nem láttatok, és gondoltam, hogy a Lukasszel, meg a Davisszel lehet, nem tudom, együtt megnézzünk, aztán megmutatom, hogy van sok érdekes dolog benne, meg sok vicces dolog, de miért eszed a kezemet? Mit eszel? Do you wanna give me a kiss? Na, minden, elment a Davis. Úgyhogy én azt hiszem, hogy lassan mi elkészülünk, és el fogunk menni megnézni a Lukaszt, hogy mit csinál, és ma este hazajön, holnap itthon lesz. És valamára biztos el fogunk menni, hogy jó időt mondanak, legalábbis nagyon remélem, hogy jó időt mondanak. Én úgy néztem még a múltkor. Ja, megjöttél? Most mit mondasz? Tessék, gyere, te is bent lehetsz. Nem mögöttem, most a kamera mögöim ész, ott nincsen semmi. Így látsz most engem, hogyha visszafordítom az LCD-t, látod? Ott látsz engem, és ha megfordulok, és kifordítom az LCD-t, akkor meg együtt látunk. Hova mész? Ide, hova mész? Te, ne, bahockodjál.
Ugye ezt a mai videót én azt hiszem, hogy most mi befejezzük, ugyan semmi, de semmi érdekeset nem fogunk tudni csinálni. Kivéve, hogy elmegyünk a Lukaszért, és majd hazahozzuk. Apá! Na! Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnénk kívánni, attól függ ugye, hogy mikor nézzük ezt a videót, ahogy szoktam mondani. Mondjad, sziasztok! Hova mész? Ne bohockodjál! Rohanunk körbe minden fele! Mond, bye! Ugye, és azt tudja mondani, hogy bye, ugye, hogy angolul, hogy szia, hogy viszlát, hogy... Na, hova mész? Na, úgy bohockodjunk még egyet. Amúgy ma hazajöttem, aztán képzeld el, ide így leültem, így bohóckodtunk azt élet, és ugye nem romlott rajtam a puló, aztán elkezdte így vakarni a hátamat, ottán, ja, az vicces volt, ugye és én szeretem, hogyha vakarják a hátamat, szóval ott állt mellettem a feleségem, oda ment a feleségemhez, megfogta így a kezét, és húzogatta, hogy ő is vakarja a hátamat. Bye, na jó, akkor elköszönünk. Na, hallottad, mondta, hogy bye, na, bye. Bye. Bye, na, sziasztok.